Az intézmény aulájában a kora esti órákban tartották az eredményhirdetést. Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára videóüzenetben köszöntötte a díjátadó résztvevőit. A jó ételnek összetartó ereje van. Családokat ültet egy asztalhoz, közösségeket kovácsol össze. Az Alföld szíve gasztronagyköveteként nagyon sok ilyen rendezvényen részt veszek. Ugye legutóbb éppen a héten mutattuk be az Alföld szíve desszert túra című programot, és ez a mai konferencia, illetve Jászkun gasztroudvar is azt mutatja, hogy itt nagy pesgés van, dolgok történnek, nagyon sok olyan tehetséges szakember, intézményrendszer támogatja azt, hogy itt a gasztronómia az elkövetkezendő években fénykorát élje majd. Fantasztikus értékek vannak itt, hagyományok, és az a nagy kérdés, hogy ezeket hogy lehet úgy bemutatni, és hogy lehet úgy csomagolni, hogy a jövő generációját is megszólítsák majd. Összegyűltünk, hogy elismerjük azokat a kollégákat, akik legmagasabb szinten képviselik a gasztronómia művészetét. Ez a verseny hosszú és izgalmas út, melynek végállomásán minden résztvevő a szívét és lelkét beleadta, hogy a legjobbat hozza ki magából, kezdte beszédét Molnár Karolina, a belügyminisztérium helyettes államtitkára. Kitért a csak tiszta forrásból jelmondat jelentőségére is. Hozzátettem, az étel készítése és fogyasztása is örömforrás. A kunyha a szenvedély, hivatás és örökös tanulás helye. A verseny alkalmas egymás inspirálására. A mai nap annak a teljesítménynek az elismerése, amit évtizedek alatt Szolnok is lerakott a gasztronómia asztalára. A rendezvény hazaérkezett Szolnokra, mondta Huba Imre, a Jászhegyi Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke. Csóka Jákos, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára elmondta, hisznek a szakember képzésben, illetve a sikeres vállalkozókban. A Szamos Tányér desszert versenyt Kubinyi Dániel, a Hollókői Castellum Hotel mestercukrásza, míg a Magyarország Étele 2024 megmérettetést Kúnya István és Maduda Dániel, a Kakukk étterem séfjei Erdőről Mezőre Fantázia nevű ételével nyerték.